Now turn up. Üdv mindenkinek, sziasztok, és meg is jöttem. Letenyéről meghoztam a kis gépezetet, amely már itt figyel mellettem, és mellé kaptam még egy kis zacsikot is, hogy ebből látható, hogy kitalálható, hogy egy kis, nem tudom miket tartalmaz az a zacsek. Hoppá, a rugó meg kiesett, bocs. A rugó meg elrökült. Na, tehát egy kis damilos fűkasza a ajándékom. Hát ugye mondhatnám azt is, hogy egy nyuszika hozta, de nem őt Szilárdtól kaptam, amely, aki ugye Nagykanizsán lakik, és vele már üzleteltünk, nem tudom, elkezdtem, még az FS36-ost is tőle vettem, vásároltam, de ugye ezt a kis gépezetet, amelyet láthattatok a képernyőn, vagy a főképen, ez a kis CMI gépezet, ez tőle van, ezt tőle ajándékban kaptam, nagyon szépen megköszönöm Szilárdi. Azt hittem, hogy nagyobb állkörben egy rastart itt veledtem, úgyhogy azért fölnéztem, bocsánatok meg. Tehát akkor Szilárd, nagyon szépen köszönöm így utólag is a kis ajándékot, és persze azt is, hogy félúton találkoztunk ismételten. Ugye ezért én bementem Nagykanizsára az FS-ért, de ugye írtad, hogy most pont Letenyén jársz, és akkor így hál' Isten félútig mentem el, és akkor nem kellett beugrunk Kanizsára, mert nem tudom, mikor tudtam volna elhozni amúgy. Nos! Íme, ugye láthatjátok, ez a kis gépezetről van, erről a kis gépezetről van szó, amelyet ugye Szilárd is úgy kapott. Hát ő azt mondta, hogy tiszta, nem így nézett ki, hogy most kinéz, ugye láthatjátok, most már elég szépen el van tisztítva. Azt mondta, tiszta pokháló, porhót egy garázsban állt nem tudom hány évig. Hát ő megpróbálta elindítani, és nem jutott sikerrel, azt mondta, szikra van, csak hát tiszta száraz a gyertya, valószínűleg benzin nem jut el a hengerbe. Úgyhogy annyit így első körben, nem tudom, bocsássatok meg a szélért, egyszerűen nem akar elállni. Nem is fog szerintem, soha bűnös életben ez folyamatosan fúj. Annyit megpróbálunk, tehát ő nem tudta elindítani, nem is akart vele vacakolni, és ugye a tulajdonosa, volt tulajdonosa, hiszem egy idős néni, ki akart dobni, hát szerencsére Szilárd megmentette, úgyhogy köszönöm Szilárd még egyszer. Azért, ha ilyet találsz, azért ne hagyd elveszni. Tudom, hogy nem egy nagy vasis masina, de azért szerintem itt fogunk körül elszórakozni, meg így egy-két videót csinálunk róla, nem is egyet, nem is kettőt, majd meglátjuk. Egyelőre most első videóban csak az lesz itt a téma, hogy elindul vagy nem. Azt mondta Szilárd, hogyha, hogy elindul, akkor őnek nagyon fog örülni. És ugye megígértem neki, hogy, vagyis hát ő úgy adta nekem ezt a gépezet az ajándékba, hogy akkor megkapom ajándékba, ha lesz róla videó. Ugye hát egyértelmű dolog, hogy ott nem tudom mennyire hallatok vagy nem, de ez a szél, ez brutál, komolyan mondom, kész vagyok. Lehet, hogy be kéne lenne a bűnbarlangba, legalább ott nem fúj a szél. Itt meg eszméletlen, komolyan mondom. Na mindegy, leteszem a masinát, aztán egy kicsit körbejárjuk, jó? Most itt is van akkor a gépezet. Jó, ezt védőitalként, öblögetésként. Én nem tudom, azt hiszem ez az új. A Hell, ez is új. Én úgy tudom legalábbis, mintha úgy láttam volna, mert akár ezt akár nem fölmentem a Hellnek az oldalára, és úgy néztem, hogy ez is újnak volt nyilvánítva, és találtam is, és vásároltam is, aztán már meg is kóstolom. Hát ez a multipluszos Hell. Ez elvileg a Black Cherry-vel együtt jelent meg, én úgy tudom. És akkor ez a kettő jelent meg most így nyár. A nyár elején, hülyeséget mondtam, tavasz elején, ugyan már azt a tél van. Na, ő vele fogunk öblögetni, legalábbis én fogok öblögetni majd, jó? Na, csak oda tettem oda. Na, tehát erről a gépről lévén szó, ez a kis CMI, kis zöld masina. Aztán egy bizonyos Barkács áruházban láttam ilyen gépezetet, nem tudom máshol, ma hol lehet beszerezni, de ott láttam, itt Nagykanizsán. Úgyhogy látjátok, egyben megvan az egész gépezet, szépen damil fej, minden oké, szétszedhető középen, ugye ezzel a kis gombbal megnyomod, és akkor, hát nem tudom, ja, fejetek, meg kell azítani, összeraktam, megnyomod, és akkor elvileg szét is csúszik, és bárhova könnyedén bedobható, mivel félbe lehet szedni a masinát, ugye ezért is kis, könnyű kis gépezetecske, és nem is egyszerűsége, visszanyomod, meg
a kis pöcök, beugrik, meghúzod, az kész. Na, hát ugye, mint mondottam, Szilárd elmondása szerint nagyon tiszta pókál volt hanyagolva a gépezet, úgyhogy elvileg benzint azt mondta, hogy a primer fölveszi, ugye kiürítették a benzint, mert hál' Isten nem maradt benn. A benzincsövek, hát ja, úgy ahogy, nem olyan ridegek, azt hittem ridegebb, aztán azt mondta, hogy nem tudta elindítani. Hát nem is sokat vacakolt vele, mert úgy gondolta, hogy ha engem érdekel ez a gép, ezt szívesen nekem adja, legalább lesz róla videó. Úgyhogy én meg, hát persze egyértelmű dolog, ilyen gépezet még úgyse szerepelt nálam, úgyhogy látható szépen a gázbob nem működte. Hát mondjuk, ja, jobban meg kell, elég érdekesen, jó erősen be kell nyomni, látom, hogy rendesen picit meghúzom, akkor nem nagyon rendesen, jó, bele kell markolni, meg kell nyomni a gázkart. A kapcsolója, hát az nem tudom, merre van az 1-es meg a 2-es. Ugye nulla, bocs, 1-es meg a nulla, mert hát le van koppa róla, én már ezen nem látok semmit. Fogalmam sincs, majd valahogy megpróbálgatjuk. Vagy hát most ki kéne vennem az egészet, hogy van erre a szint. De ugye, most hogyan kijön belőle a milyen fenn, a berántót azt mondta is, hogy nem mindig húz vissza. Hát ugye majd lehet, hogy orvosolni kell. De most egyedül azon gondolkodok, hogy ha itt a levegőszűrőnél a szokásos módon tudnánk, hogyan nyílik ez, várjatok, hogy az még, nekem is még új. De a szivartó, ez nem tudom, ez így el van görbű, vagy direkt ilyen görbe. Azt mondja, hogy mit tudom én, merre szivart, meg merre nem, majd megnézzük, hogy ez hogy jön le. Ezt szerintem be kell nyomni csak oldalról, gondolom, és jó, ó, igen. Oké, hát levegő, ja, van benn, jó, érzem a szivacsot. Elvileg, akkor nem tudom, ezt gondolom onnét is meg kéne nyomnom, és akkor az kiugrik, vagy hogy a francba van ez. Hát nem tudom, emberek, hogyan nyílik ez, nem akarom letörni se, feszegetni se. Hát biztos, hogy ezt szerintem csak oldalra vagy meg kéne húznom. Ó, bakker. Egy ilyen kis micsoda is föladja a leckét. Jó, két szépen kis, ott a levegőszűrő az benn van, hát egy kis ez meg az vagy az van benn, de hát lehet szerintem ki lett pucolva. Na, a szivatás, ugye akkor a szivató az így működik, tehát akkor fölfele van szivaton, de biztos ott van a jel is valahol, itt meg van jelölve, ugye, gondolom. Na, figyeljetek, azt kéne csinálni, hogy ide priccentek be egy kis benzint, aztán megpróbáljuk ezt is, jó? Kérem is, ha már bejöttem ide a bűnbarlangba benzinért, meg a fecskendőért, itt legalább nem fúj a szél. Itt legalább nem fúj a szél, és úgy döntöttem, hogy elég hűvös van, úgy döntöttem, hogy megkóstoljuk ezt a kis helyet, jó? Ezt a kis multi cuccot, nem tudom, hogy tényleg, hát lehet, hogy a nézze lesz, mint egyik kollégámmal is beszélgettünk, mint a pesgős tablettás vitaminos, C-vitaminos cucca, nem tudom, mindjárt kiderül, jó? Megkóstoljuk. A színe az hasonló. A színe az olyas, mint a pezsgő tabletta. Egészségetekre. Finom. Finom. Jó, van egy kis kesenyés utóíze. De tényleg ilyen Isten tudja, tele van. Nem tudom, ott látjátok-e oldalt mennyi vitamin hegyek föl vannak sorolva. Nem tudom. Nem tudom, de én azt mondom nektek, hogy finom ez a kis cuccos. Hát mennyi, hát gondolom a koffein tartalma az ugyanannyi, csak tele van vitaminokkal. Hát legalábbis elvileg a színe a szép sárga, úgyhogy egészségetekre. Narancsos íze van, de jó, tényleg jó. Na, kérem szépen, akkor ezután kivonunk. Kivonulok, aztán megpróbáljuk, hogy bedurrani a gépezet. Aztán valamikor majd mindenféleképp lesz róla egy olyan videó is, amikor majd szétszedjük a karburátort. Mert én nekem gyanús. Mert ugye Szilárd azt mondta, hogy öntött bele ő benzint, a primer fölkapta a benzint, de viszont a gyertya száraz volt. Tehát valami utó módon azon nem ment átotta a benzin, vagy a karburátor bokat meg, vagy valahol valami tömítettség van, mert bent volt hagyva a benzin is, ugye Isten tudja hány éve állt a gép, mondom, valahol a garázsban volt támasztva, azt mondta, hát nem így nézett ki, tényleg kis a pókháló por, minden volt rajta, úgyhogy ő azt letisztította azért, és akkor úgy adta oda, bár úgyis elfogadtam volna, hogyha tiszta kosz, nem probléma, mert
Hát ugye akkor lehetett volna látni, hogy tényleg ott állt az a gépezet, bár így is, így se kételkedek a szavaiban, nem is arról van szó, csak ugye akkor tök jó lett volna. Na mindegy, azért nem akartam összeporolni, meg pókhálózni, hogy berakni egy évre valahol azt a pókok bekötik, mert előbb-utóbb is bekötötték volna. Ugye? Minden esetre nagyon szépen még egyszer megköszönöm Szilárdnak ezt a felajánlást, úgyhogy ismét akkor egy géppel gazdagodott a flotta, fűnyíró flotta is, vagy a fűkasza flotta, vagy minek mondjam. Úgyhogy meg tényleg, mint Szilárddal beszélgettünk ott a parkolóba pár szót, ugye, hogy tényleg nem akart ugye befolyásolni, de lassan a láncfűrészek ideje lecseng, ugye, jönnek a fűkaszák, jön a nyár, jön a jó idő, hát idézőjelben már nem úgy tűnik, de át kell térni a fűkaszákra, és hát én is egy pár dologban át fogok térni, mármint úgy, hogy a fűkaszákra, mert ugye a láncfűrészek lassan tényleg lecsengnek, most már jobbára mindenki a fűkaszákkal lesz elfoglalva, a tűzifa vágás az majd esetleg nyáron, ősztájékán. Úgyhogy de lesznek persze láncfűrészek is, ugye egyértelmű kapálógép, meg ez, mert ugye sokan kérdeznek, többen kérdeztétek az MZ motoros kapálógépet is, meg lesz ő is oldva, hát remélem, legalábbis ki lesz pró, meg lesz pró, ugye hozattam azt a, láthattátok a gyertyakkal, vagy a gyújtáskábelt, azt végeredményben jobbára abba hozattam, de jobban, máshova nem nagyon kell ilyen gyújtáskábel, ritka, hogy valamelyik fűrészbe az kell, ugye, de azért is hozattam, legyen itthon. No, de visszatérve ez a kis CMI-hez, a kis damilos szegélyvágóhoz, hát figyeljetek, megpróbáljuk aztán ezzel a beöntéses technikával, ha egyet pöffenik vagy kettőt, az már jó jel, az már azt jelenti, hogy elvileg a gyújtás minden oké, csak benzin nem fog kapni, az meg ugye elvileg karburátor gondok lesznek, és erre majd mindenféleképp vissza fogunk térni ez a gépezethez, lesz róla, nem azt mondom, hogy sorozat, de egy-két rész biztos lesz róla, mert hát hogyha tényleg működik, meg nincsen problémás gondja, csak az, akkor szét nem szerem azért a gépet, mérszegyem szét, többször nem tudom, azokat a gépeket mérszegyem szét, ami egyre működik. Majd azokat, amikor megáll valami, vagy nem megy, nem is üzemel már, nem is tudom elindítani, azokat szétborítom. Nos, akkor megyünk, jó? Aztán egy kis fecskendezést adunk be neki, aztán megpróbáljuk, hogy indul-e. Egészségetekre! Szomszédban is valahol indulni akar egy fűkasza vagy láncfűrész. Nem tudom mi, de majd úgyis meghalljátok, ha indul. Na, még azt elfelejtettem mondom megmondani, hogy kaptam még mellé az acsekba kis plusz dolgokat, amit megadtak neki adtak a géphez. Ugye gondolom ott voltak a garázsban ők is, vagy ezek a dolgok. Hát itt ugye egy damil fejnek az alja, egy damil fejnek a, úgymond az orsója, vagy nem tudom minek mondják, gondolom ez ide megy bele. Meg ugye itt a csavarja, meg az előbb mutattam a rugó, ami járműt, remélem, hogy megvan. Na, hol a francba van? Na, itt a rugó, opa, nem jöttem össze, várj, hol a francban van. Mert ezt kibudítom, jó? Egyszerűbb lesz, mint itt az acsekot. Na, itt van. Itt a rugó is. És adtak neki még egy karburátort is. De ez a karburátor, mi ott tanakodtunk, nem sokat tanakodtunk rajta a parkolóban, de ugye ez egy láncfűrész karburátor, ez nem damilos való karburátor. Hát ez is ott volt, odaadták, aztán ő elhozta, ő meg ugye nekem adta, már. Hát úgy gondolta, hogy talán több hasznát veszem, vagy hát legalábbis valamire jó lesz alapom. Közben nagyon ozacskot megviszi a szél a francba. Na, kérem szépen, nem tudom milyen karburátor, elvileg egy Valbro karbi, látható ott a felirat, és ezen is egyik csavar hiányzik, most nézem, eddig nem is figyeltem, egyik állító csavarra hiányzik, de ez is nem tudom, egy speciális kulcs, de ez megvett fűrészszerrel, már ez is jó van, ez már valaki rutinosan megvágta, úgy, mint én szoktam, úgyhogy ezzel nem kell speciális kulcs, hanem sima kulcsa lehet állítani. Hát azt, hogy milyen gépbe való karburátor, meg milyen beszél, azt ne kérdezzétek, nem az a lényeg, hogy hát van egy plusz karburátor, hát az egy csavar, meg hát nem tudom, tudom-e pótolni, vagy nem, hogy milyen csavar kell ide, meg milyen se, azt nem tudom, hogy ilyet esetleg be tudok-e szerezni. Hát először is ki kellett elítenem, hogy esetleg milyen gépre valósi. Na, közben elmegyek az acsekot, visszahozom. Nem szeretném, ha itt szana széjjel hordaná szél a szemetet, úgyhogy meg hát visszateszem a
cuccokat bele. Így jönni, szépen. Na, kérem, fölhelyezem akkor a kamerát az állványra, aztán megpróbálunk egy priccelést. Na, itt is vegyek akkor kis anyagot, tolunk fel, szívunk fel, aztán megnézzük, jó? Azt nem tudom, most tényleg merre van a gyújtás rész, sajnos azt meg tudnám nézni, most levenném a gyertyát, hol van szikra, hol nincs. De megpróbáljuk egyszer egyik állásba, utána átkapcsolom másik állásba. Hát, megnézem mindjárt a 45-ösön merre áll a kapcsoló, aztán abból kiindulok. No, kérem, elvileg, hogyha a 40-es úgy van megcsinálva, hogy előre van 0, hátrafelé is felén van 1-es állás vagy egy gyújtásom. Na hát akkor ezt is, ennél is azt alkalmazzuk, jó? És akkor átfordítom. Ide adok neki egy kis anyagot. Hát ezt a keveset, amit beszippantottam, ilyen szivató nem kell. Aztán megpróbáljuk, hogy nem tudom mennyire lesz látható, esetleg ide hátrébb állok. Na, és akkor megpróbáljuk itt kézből, hogy elindul-e. Hát kérem szépen, megpróbáljuk másik állásba. Aha, halljátok? Aha, akkor itt pont fordítva van a kapcsoló, kérem szépen. Előre van ez egyes állásban, hátra 0. Tehát így van gyújtáson. De viszont egyet pöffent. Hallottátok? Na, még tolok le benzint. Tehát akkor elvileg ebből az derül ki, hogy lehet, hogy a karburátor van eldugulva. Ugye adtak már egy másik karburátor, de hát ugye az nem abba van. Ebbe a gépbe való, mert ugye ez eleve egy primer pumpás karburátor. Meg szerintem ez egy láncfőrészes, láncfőrészbe való karburátor, és nem fűkaszába. Közben a szomszéd is indítgat, hallom. Körülbelül úgy jár, mint lény, csak húzogatja. Bocsánat, már itt a fűnyírót, a fűkaszát, de össze semmi nem lesz belőle. Na, kérem szépen. Opa, jaj, kamerahalmány. Nem tudom, ezen van félgáz? Szerintem nincs, ugye? Nem látok. Na mindegy, figyeltek. Most megint nyomtam bele egy kis anyagot. Ismételten akkor megpróbáljuk. Jaj, közben ki is folyik, de hülye vagyok. Ja, hát azért nem jó, mert elfogyott, az ki is folyik az anyag bele. Ugyan van, előre van, ugye egyesem. Húzok neki gázt, megpróbálom úgy. Csak ugye az, hogy kifolyt belőle a benzin, amit benyomtam. Még egyszer megpróbáljuk, jó? De én már, nekem azt tetszett, hogy egyet pöffent, az már nagyon jó jel volt. No, még egy próba, aztán meglátjuk, jó? Valamikor majd mindenféleképp visszatérünk a komolyabb dolgokra. Mármint amikor komolyabb, egy kicsit megnézzük ezt a karbit. Na, közben hallom, az szomszédének sikerült, ezek elindult. Nekem meg nem. Na, megpróbálom valahogy így, hogy a benzin ki ne folyjon. Kérem szépen, most már nem pöffem. Hát ez sajnos most így nem jött össze. Érdekes módon egyet durran, egyet kicsit pöffent, aztán ott azt mondta, hogy ne, ő neki annyi. Hát ja, most egyelőre szerintem a szomszédi az elindul a francba, nem? Halljátok? Nem létezik, hogy annak hogy sikerült. Na jó van. Primer pumpa van egy kis benzin, azt megpróbáljuk, bátolom neki. Vajátok, a szivatot ráhúzom, most mit vesztek vele?
szivatót most ráhúztam. Tényleg ezen fél gáz nem hiszem, hogy van. Nem tudom ezt balkasztani sehogyan se. Nem tudom. Lehet, hogy van, ha van, akkor javítsatok ki. Na, próba. Most szivatót ráhúztam. Hát már indulni kéne neki, ugye? Ja, jó van emberek. Ez most így nem fog sikerülni sajnos. Halljátok a szomszédot? Na, közben asszonypajtás nekiállt a dolgoknak. Hát, amit a fia felnéni. Na, öblögessünk inkább, nem? Ha már nem sikerült ez a gépezet elindítása. Egyet azért pöffent. Nem tudom, lehetett hallani a videóm, de hát bízok benne, hogy igen. Úgyhogy mindenféleképp majd sort kerítünk erre, emberek, erre a gépezetre. Hogy mikor azt nem tudom. De még akarok csinálni egy videót másik gépezetről is, úgyhogy annak is nekiállok gyorsan. Úgyhogy ennyi lett volna ez a kis rövid szösszenet, amit Szilárdtól kaptam ajándékba. Szilárd, nagyon szépen köszönöm. És tényleg, ha találsz ilyen gépezetet valahol, akárhol, ne engedd kidobni őket, nem szabad őket kidobni. Vissza fog térni ez a gépezet, mindenféleképp vissza fog térni, úgyhogy, mert nincs leslapával szerintem annyira az a gépezet, hogy ne indulna el. Nem tudom, mennyire zavart be a kollégának, vagyis hát a szomszédnek a damilosa, mert amit hallom, füvet rágja. Úgyhogy majd meglátjuk. Meglátjuk. Érdekes ki gépezet. Érdekes. Ugye? Nem tudom, persze, kinek ez, kinek az, kinek amaz. Na minden esetre, egészségetekre! Egyelőre ennyi lett mondom a videó, mert kint szerintem sokat nem tudok dumálni, mert zörög a gépezet mögöttem. Úgyhogy vissza fog térni, mint megígérem. Lehet, hogy még ebben a 3-4 napban, nem tudom, de mindenféleképp vissza fog térni ez a gépezet. Most már érdekelne, hogy miért nem indul el, de nekem gyanús ez a karburátor. Gyanús. Megnézzük, hogy van egy normális szikra, kipucoljuk a rendkeréknél esetleg a mágnes részt, meg ezt-azt, aztán megnézzük utána ismételten, hogy elindul-e vagy sem, jó? Na, mindenkinek a legjobbakat, csákány, sziasztok! És egészségetekre!